A Dombóváriak a nagyvilágban előadás sorozat 2021-ben indult. Widmer Balipap Zsuzsa ötletét megvalósítva, havonta egyszer dombóvári vagy onnan elszármazott előadót hívnak meg egy-egy úti élménybeszámolóra. Az ötletgazda, aki 2 évtizedre elhagyta ugyan a várost, szívügyének tartja, hogy a dombóváriak és az elszármazottak megosszák egymással utazási élményeiket. Áprilisban dr. Kurdi Krisztina a Habsburg Monarchia keleti végein Lemberg és Csernovic címmel tartott előadást. A két városban a szovjet korszak ellenére a mai napig fennmaradt a monarchia világának hangulata. Két városról fogok alapvetően beszélni. Mind a két város ma Ukrajnában található. Elsősorban ezért is vállaltam ezt az előadást, mert ugye itt a háború kapcsán nagyon sok félreértés, ismerethiányjal találkoztam. Ez a két város mind a kettő a egykori osztrák-magyar monarchia területén volt. Nagyon érezhető mind a két városban ez a monarchia beli hagyaték. Én eredetileg egyébként a galiciai zsidósággal foglalkoztam, ezt is, hogy erről is tanítok, és így kerültem ki ezekre a területekre. Tulajdonképpen azért kezdtem el a galiciai zsidósággal foglalkozni, mert ismertem Strejt Andort, aki itt volt fényképész, és valahogy így az ő személye által kezdtem el így a zsidósággal mélyebben is foglalkozni. És akkor egyetemen is ezt tanultam, illetve már ezt tanítom. Most már nem itt élek, Budapesten élek, de gyakran hazajárok. A résztvevők megtudhatták azt is, hogy maga az előadó mi minden újat tanult utazásai során. Nagyon izgalmas az egész térség, nagyon izgalmas a hagyatéka mindkét városnak. Olyan megdöbbentő dolgok vannak ott, ami így átlagember, meg egyáltalán nagy közönség számára alig ismert. Például itt voltak az osztrák-magyar monarchiák olajmezői. Ugye valaha az osztrák-magyar monarchia a világ negyedik kőolajtermelő hatalma volt. Ma már ez szinte megdöbbentő ezeket hallani. Minden előadás végén helyi specialitásokat is megkóstolhatnak a résztvevők.